Turisztikai rekord dőlhet meg a balatonparti városokban, már most csak nem annyi turista érkezett, mint a 2019-es rekordév főszezonjában. Vannak olyan települések, ahol a tavalyihoz képest megkétszereződött, meg háromszorozódott a vendégforgalom. Egymás után érkeznek a turisták ebbe a siófoki szállodába, jellemzően három napot töltenek itt. A vendégek jelentős része évről évre visszatér. Minden évben többször eljövünk, ebbe a szállodába is többször jövünk. Szeressük a Balatont, hát a magyar víz. Tele van turistákkal a Balatonpart, a kánikula kedvez a vendégforgalomnak, tömegek keresnek enyhülést a vízparton. Jó, megközelíthető, nagyjából másfél órát itt vagyunk kocsival, és igazából mégis csak itthon érezzük magunkat, és jó a társaság, jó a hangulat, szerencsére most jó az idő is. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint a szállodák idei bevétele már megközelíti a 22 milliárd forintot, ami csaknem 8%-kal haladta meg a tavalyi ilyenkor mértet. Azzal számoltunk, hogy teltház lesz a nyári hónapokban, és néhány augusztusi szabad helytől eltekintve ténylegesen meg is teltünk, úgyhogy gyakorlatilag az elmúlt éve kiemelkedően magas foglaltságát tartani tudtuk ebben az évben is. Sorra dőlnek a turisztikai rekordok a Balaton környéki városokban. A tapolcai szállodáknak kétszer annyi a vendégforgalmuk, mint amennyi tavaly volt. A vendégek szívesen jönnek a hangulatos városba, ahol a Balaton közelsége mellett a tapolcai tó, a tavasbarlang is számos kikapcsolódási lehetőséget kínál. Egyszerre jó rossz időben is, jó időben is, tehát hogyha fényes, süt a nap, vagy hogyha be van borulva az idő egy kicsit, akkor is élvezhet ide eljönni. Ugrásszerű növekedést tudhat magáénak a tihanyi vendégforgalom is. Ide már most háromszor annyi turista érkezett, mint tavaly. A Klub Tihany Hotel és Üdülőfalu zömében a családok választják. Ebben a hónapban több fesztivál is élénkíti a vendégforgalmat. Folyamatosan vannak vendégek. A 2019-es évhez képest lényegesen többen. A magyar vendégek száma gyakorlatilag megduplázódott. Rekordbeállítás lesz, vagy rekorddöntés lesz. Soha ilyen jó éve a Balatonnak nem volt, vagy olyan jó lesz, mint az eddigi legjobb év volt. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfont kérdésre válaszolva számolt be a balatoni turizmus legfrissebb adatairól. A főszezonban eddig több mint 700 ezer vendége volt a Balatonnak. Ezzel az idei év már csak nem teljesítette a koronavírus előtti turisztikai rekordév forgalmát. A júliusi foglalások ráadásul 3%-kal meg is haladták 2019 júliusának adatait. Június 1-e és július közepe között 2 millió 400 ezer vendégészakát regisztráltak a szálláshelyek. Ez a 19-es abszolút rekordévnek a 98,6%-a, de a júliusi forgalom pedig már most több mint 3%-kal a 19-es rekordév felett alakul. A meleg idő forrón tartja a foglalási kedvet. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban a nyári szezon hátralevő részére még mintegy 1,3 millió vendégészak a foglalást tartanak nyilván a Balaton térség szálláshelyeire. A legtöbbet Siófokon, Balatonfüreden, Hévízen, Zalakaroson és Zamárdiban regisztrálták.